Na, Halihó, íme, itt van a kis csapat az autóban, Alex is, persze, hogy megyünk az Oceánba. Megyünk, vásárolunk, jó? Na, a fiúk mennek balra, mi megyünk Melissával, megyünk jobbra. Jobbra lesznek, jobb oldalon a karácsonyi díszek. Török Benti Oceánban már csütörtökön, képzétek el, én akkor nem voltam velük. Laci volt velük táncon a két kicsivel, és bement ugye az Oceánba vásárolni, és már küldte is nekem a fotókat. A Laci, képzeljétek! Úgyhogy megnézzük. Persze eljövünk, megnézzük a karácsonyi díszeket. Hát teljesen le vagyunk sokkolódva, hogy október, nem is tudom, hányadika van, de tudod, hányadika van. Hetedik. Október 7-e, hát akkor október 5-én már kint voltak a karácsonyi díszek. Jó, akikben már rég kint vannak, de azért az Oceán, meg a Tesco, meg a többiek. Tehát annyira, nem is tudom, még mi az őszi témában vagyunk teljesen benne. Jön a Halloween, arra készülünk már ezerre, gondolatban persze, meg arra veszük a kis cukorkagyűjtő gyerekeknek a kis zacsikat, a kis meglepetéspókokat, meg ilyen kis figurákat, szóval mi még teljesen abban vagyunk benne, és már a karácsonyi díszeket kell nézni, és méghozzá azért jövünk most egyébként el, az arcom az a mézenergia, ugye beteg voltam múlt héten, én most egy kicsit köhögök, és sajnos a mézenergia kijött az arcomon, úgyhogy egyáltalán nem tudok nagyon mézet enni, de mindegy. Máskor a szaladcukrok szoktak előjönni, mint a díszek, akik is szintén jönnek, mert a Halloween... Nem tudom, a Halloween csokik, azok meg majd csak csütörtökön jönnek a Lidlbe. Úgyhogy megyünk csütörtökön a időben, jövő héten csütörtökön, de most szombat van, és most az Oceánba jövünk. Úgyhogy megnézegetjük gyorsan, megmutatom nektek, mert méghozzá az oka ennek, tavaly előtt is voltunk, hogy nagyon szuper, nagyon cuki díszek vannak, majd látni fogjátok. Szóval tipikus ilyen 4-5-6, tehát egy kisgyerekes, nagyon cuki díszek vannak. Igen, mutatlak Alex, mutatlak, hát persze. Csak az a baj velük, hogy viszonylag olcsóbbak, és ezért a minőségük egy kicsit, hogy lehet ezt szépen mondani. Nem ellenőrzött minősített. Hát igen. Úgyhogy most még, amikor még úgy tele vannak a polcok, most még lehet mondjuk 5-6 darabból egyet kiválasztani, vagy kettőt, ami még úgy szép. De majd látni fogjátok, hogy miről beszélek, szóval nekik leszakad a farka a hintalónak, vagy a, mit tudom én, hiányzik a feje, vagy le van esve a télapó a... Mi volt azt, hogy rengetegről le volt esve a repülőkről, szóval sok a hibás köztük, úgyhogy mi ezért jövünk most, és ezért mondom nektek is, hogy érdemes, akik nézitek minket, hogy érdemes most ellátogatni, és nekünk sincs abszolút semmi karácsonyi hangulatunk nincsen, de megnézegetjük. Jó, úgyhogy ide értünk. Elsőnek a Pepco-ba fogunk bemenni, ott szeretnék venni Halloween cukorka tároló üveget, megnézzük, hogy lesz-e, megnézzük a... De én szokok fizetni pénzt. Igen, te fogsz fizetni. Hozzák a kis pénztárcájukat, a 200-asokat, ugye? Úgyhogy igen, ilyen cukorkatároló üveget keresek. Elvileg most jön a Pepco-ban, utána pedig megyünk tovább az Oceánba. És ketté válunk. Én Lizával leszek, ott nézegetjük a díszeket, a fiúk meg elmennek az élelmiszer osztályra. Na, te hozod a kosarat? Szupi! Viszont Tisza, szerintem mi fogjuk vinni majd ezt a kosarat, jó? Vigyük mi, jó? Te hozzad, bemegyünk a Pepco-ba. Gyertek velem szépen, kezeket kérek szépen. Jó. Akkor fiúk külön mentek, ugye? Igen. Jó, akkor apával itt várjál, jó? Mi elindulunk a Lizával, oké? Mi már az Oceánba megyünk rögtön? Igen. Mi megyünk a Lizával a Pepco-ba. Gyorsan megnézzük, hogy van-e üvegünk. Sőt, ha azt hozzad, azt a nagy kosarat. Hozzad? Nem ennyi? Csak ha találunk, akkor meg hogy tesszük be a kocsiba, mert nálunk nincsen kulcs, Liza. Még ezt még át kell anyának gondolnia. Na és innentől a hangminőséget, bocsánat, de üvölt a zene az Oceánban szokás szerint. Úgyhogy megjöttünk. Ah, Pepco-ba! Itt vannak már rögtön kint a
Hello, Véneset. De cuki. Szellemes, aha. Na gyere, megnézzük itt a tökök mutat a Halloween-t. Hát nem sok minden maradt. Vannak kis manók. Neki pók van a sapkáján és egy szellem. Neki fekete szellem. Ez aranyos, Liza. Jaj, megint találtál? Maszkokat? Ezek cukik. Még ott talán, hát nem sok van. De nem látom a süti dobozt. Hát ez most így sajnos nincs semmi. Menjünk az osámba át. Igen, ez nem annyira jól felszerelt. Lepkó. Menjünk tovább. Gyere. No, vetettük pont illik bele, apáik ott mennek. Mi viszont szerintem bizony erre menjünk, gyere. Gyere a díszek felé, jó? Gyere. Na, meg is jöttünk. Még pakolnak. Ezerrel. Mikulások. Igen, hát a karácsony. Előtte még jön a télapó. Mihó? Hát sajnos már olyan világ a télünk, hogy már gyerekeink alig látnak havat. Tavaly nem is tudom, volt-e hó. Koszorúk. Igen. Gyere, átmegyünk a rózsaszín, meg kék, ilyen, aha, ide. Ezek az aranyosak, nézd, milyen cuki. Nézd ide, karácsonyfatalt. Takarod, de aranyos. Na, és ez mennyibe kerül, Liza? Tavaly már nem találtunk, emlékszem. Ez nagyon cuki. Aha. Nézd, Édi, hagyd ott szerintem a kosarat, ott a szélén, ide kitesszük, és akkor tudsz nézelődni. Oda nézd, mekkorák ezek a manók, róka. 5000 fő, nagy szeme van, igen. Nagy, és ezek micsodák, ez milyen állat, Liza? Bárány? Milyen helyes ez a kislány. Ez nagyon aranyos ebben a sapkával. Ez te vagy, Liza? Ez nagyon szép. Bagoly, bagyos sapka. Ez nagyon szép, Liza. Ez tényleg nagyon szép. Na, megnézegetjük. Van nagyobban is. És ezek itt micsodák, Liza? Kis mókusok. De cuki a haja ennek a babának. 1000 forint a mókuska. Van még itt több, és csak itt van, aki dobozt fog. 8490 ez a talp, úgyhogy nem olcsó. Jaj, hát ezek nagyon édes fejek. Ez de aranyos, ez a mókuska is. 3690. Jó, majd elesznek ezek egyébként árazva, nem sokára szerintem. Ez egy kis hungarocel mókuska. Nem plüss, hanem hungarocel.
Na, na, nagyon könnyű. Gyönyörűek. Jól le lesznek árazva. Csak addigra már azért ki. Csak addigra már ugye ki lesznek válogatva a szépek, a hibátlanok. €1190 forint. Arany, ez tényleg aranyos, Liza. Ezek viccesek. Le lehet szúrni valahova. Nagyon. A virágba. Virágba? Beszúrjunk ilyet? Ja. Na jó, akkor ilyet veszünk majd, jó? Megnézzük őket. De még először nézzünk körbe, jó? Vannak ilyen nagyon szép szalagok is. Dögre. Először nézzünk körbe, jó? 349 forint, jaj, de szép, nézd csak. Mi ez? Pöttyös? Igen, tiszta csillámok leszünk, igen, Lizám. Azt tuti. Itt mindenről pereg le a csillám. Nézd, csak ilyen macika is van. Van hó is. Aha, hó, jó. Ma a macika is ilyen leszúrós. Na. Mi ez a, nem tudom, mi ez a sippolás, de szépek. 1999, ezek gyönyörűek. Ott is az őzikés, milyen szép. Na, és akkor nézzük ezeket a kis apró díszeket. Hát ezek írtó cukik, Liza. Nézd már, de aranyosak. Jaj, hát ezek. Na, ezekből választunk, az biztos. Ezeket nagy, hát nagyon fel vannak szorítva. A ilyennel oda vannak szorítva, de... Itt a Liza. Na, ezeket mindjárt átnézegetjük, és választunk, jó? Neked a hógolyó tetszik? Jó, választunk hógolyót is, jó? Hát ezek nagyon viccesek. 690, 1190 forint, atya ég. Na azért olyan sokat, aha, jegesed azért olyan sokat, nem, abból a drágából. Ilyeneket vettünk tavaly, ilyen kis szánkókat, tavaly előtt nem is tudom, mindig vannak ilyenek. Szánkók, meg korcsolya, aha. Meg csúszik le a dombra. Tetszik a maci, olyat vegyünk? Na akkor hozd idébe, mert nem vesszük azt meg annyiért, hozd idébe kosarat, és akkor elkezdünk itt válogatni, ami tetszik, jó? Megbeszélgetjük. És akkor mindjárt mutatom tovább, jó? Nektek, hogy mik vannak. De ott a szélén, ott most akkor mi nézelődünk egy picit Lizával. Na megmutatjuk, hogy mire gondoltunk, amikor mondtuk, hogy sok a hibás szó. Kivette a Liza, hogy őt szeretné. És nincs. Nem van es jó a szeme. És ennek meg annak is le van esve a szeme. Ez meg itt. Nem tudjuk, mi van vele. Szóval nagyon-nagyon sok a hibás. Úgyhogy nem tudom, hogy találunk-e olyat, átnézzetek. Itt meg van egy nagy lyuk. Úgyhogy keresgetjük a megfelelőt. Na, azt hiszem, sikerült. Nézzétek, nincs lába szegénykémnek. És azért... Aha, arany. Hát olyan kéne, hogy fehér és rózsaszín, ugye olyan színe a te fád. Fehér és rózsaszín, ilyen csengetjű, ha azt tetszik. Ilyenből is vettünk egyet-egyet-egyet. Sikerült. Ezekből is, olyan kis aranyosak, de nézzétek, ezek ilyen kézzel festettek. Szóval azt tudom elképzelni, hogy tudok, hogy ott a lába. Ilyen kézzel festett kis díszek lehetnek, úgyhogy nagyon sokat át kell nézni, hogy úgy viszonylag szép állapotot találjunk. Az nagyon cuki. Ez mennyibe kerül, Liza? Ez nagyon szép, ez 350 forint, jó. Ezt beteheted, mutasd, szeretnél ilyen rókásat? Igen. Jó. Oké.
No, itt tartottunk, ugye? Megyünk tovább. Ezek is nagyon aranyosak, ezek meg ilyen fémben vannak, nagyon szépek. Csillagok? 600 forint csillagcsomag. Nézd csak is, azon mi lógott, azt nézd meg. Ott, aha, azt nézzük csak meg. Azok az angyalok ilyen. No, egy piros poskás fejjel, 700 forint. Sok-sok angyalka. Uti? Na, a kislányjal van. Visszateheted. Ott vagy benne? Na, itt van egy teljes pap. Miért szoktunk egyébként venni egy ilyen teljes szettet? Ez így gyönyörű. Jó, már visszük is? Igen. Vagy nézem meg. Szépe. Na, be van nyomodva egy kicsit. Na, a következőt veszi le anya. Na, most még tudunk válogatni. Szerencsére. Most még van sok. Ezt vigyük, Liza, jól? Jó, ez szép. Jó, viszont egy ilyen szettet. 2099. Jégcsapok. Kis manok, de aranyosak. Ezek is milyen helyesek, ezek a kis csizmácskák, 500 forint. Jó. Menjünk tovább, Izán. Hozd a kosarat, jó? Egy-kettőt választottunk. Na, jövünk ide. Kis famanó. Ez meg milyen nagy lábú angyal. Ó, de szépet találtál. Nézd csak, ez milyen szép. Ez a hógolyó. Hógolyó testű. Ez is te vagy, nézd. Itt a Liza. És ez a Liza mennyibe kerül? Az a 700 forint, ez a Liza vajon? Ezt a Lizát elvisszük. Lizát visszünk. Na ezek? Ezek újak, ilyenek tavaly nem voltak. Rózsaszín Liza? Elég a fehér Liza? Jó. Ez micsoda? Liza, nézd, ez micsoda? Jaj, de ez ilyen nyúlróka, nem? Jaj, nézd már, itt van Puszerli. Liza? Puszerli. Jó, Liza, nézd. Karácsonyi nyúl. Most sikerült választani egy Puszerlit. Osztogatnak a lányok ilyen papírokat. Figyelem, mert jó, védjük a föld. Na, majd elolvassuk, jó? Védjük a földünket. Elolvassuk, ott van, jó? Itt a tedd oda be. Annak ilyen cuki, ez nagyon helyes. Kis lovacskák, ez nagyon aranyos. Aha, nekem is. Hát ezek a manók, micsoda ruhába öltöztek, rózsaszín testük van. Cicák. A cica, balerina. Aha. Na ezeken is vannak cicák, oda nézd, Liza. Ezek is szépek nagyon. Cicás, na a cicásat elvisszük. Aztán majd elosztjátok, hogy melyik lesz a Noé és melyik a tiéd. Mondjuk a rózsaszín az a tiéd, szerintem. Azt hiszem, ugyanolyan? Legyen olyan, szerintem. Igen, legyen olyan. Nagy zsák. És itt megfordulunk, akkor mit vannak itt? Még nagy pakolás, megnézzük majd ezeket ott a kis házikokat is mindjárt. Ne leverje semmit, jó? Ó, ezek gyönyörűek, ilyet veszünk, Liza, ezek csodaszépek. Sík, fogjad?
Ezeket rátűzzük a fára majd, jó? Ezek azt hiszem, ugye 400 forint, tehát be a kosárban, jó, ugye sem. 400 forint, így gyönyörű szépek. Rá lehet szerintem tűzni majd így a fára, óvatosan. Jó. Na, szerintem a cuki sor végére értünk, de biztos lesz más színben is, biztos lesz olyanok a kék, meg piros. Zöld. Zöld? Meglátjuk, még most nagyon pakolnak. Ezekről nagyon-nagyon pereg a csillám. Van itt olcsóbb, 149 forint. Hát mi az ilyen kis babásakat nézzük, az ilyen kis aranyos kis nyuszikás, cicás, rókás. Ezeket nagyon szeretjük. Ezeket az ilyen kis erdei állatos, ilyen kis természetes vonalat. Hú, Liza, le ne est! 99 forint egy olyan gömb. A 200 forint. Nézd ezt a cicát! Puszika! Á, puszedli. Jaj, de szépek ezek a világítók, ezek gyönyörűek. Jaj, de szép, Rita, ez. Ez csodaszép. Ez mennyibe kerül vajon? Jaj, de ne esd! Óvatosan, megnézheted, csak ne esd le, jó? Ez világít, ez nagyon szép. Ez a kislányos, ez milyen helyes. Húlik erről is a csillám. Nagyon csapkodnak. Gyere, Liza, nézd csak, mi van itt. Cicás tányér. Itt maga az angyalkának, nézd csak, ilyen róka saptája van. 4000 forint. Te jó ég! Diótörő! Balerina! Hát ezek tök jók! És a 4000 forint. Tök jó! Van piusz, igen? Ott van cicás bögre lent. Itt lányos van. Persely, karácsonyi persely. Nézzük a cicás bögrét. Aha, nézzük, itt van a cica hógömb. Jaj, megszúrt valami. Puszedli hógömb. Itt van Liza benne. Liza hógömb. Itt meg anya. Anya? Hát ez inkább apa, szakállas. Itt meg egy bagoly. Ezek 600 forint. Egy puszedlisat vigyünk? Igen. Cicásat? Anya füle? Hát a füle le van törve. Megnézzük az alsó szintet. Na mit gondolsz? Nézzük meg a cicakaját, ugye azok a mézes kalácsázikok, de helyesek. Na majd visszajövünk ide. Ha még lesz időnk, cicáknak a kaját meg kéne nézni. Visszaérünk egy kicsit később ide a karácsonyi sorra, ami nagyon pakolna. Meg a virágokat, gyere! Nézd, milyen cukorkapálcák! Azt megnézzük, a szép virágokat, jó? Halloween virágokat. Visszatérünk a Halloweenhez, Liza. Jaj, de aranyos, na Dudi biztos örülne ilyen virágoknak. Nem? Ne szúrj. Hát ne szúrósat azért. Válasszunk neki valami virágot, szerintem. Ne szúrósat, van ami szépet. Csak ezek nem sem tudjuk az állat. Egy elékkon. Tessék? Egy elékkon. Egy elékkon, igen, hangos itt fölöttünk. Ezt szeretjük, ezt a virágfajtát. Csak hát ez a csontváz, ez furi. De ez viszont tök jó, ez a kis kaktusz. De ez a csontváz. Vagy nem, mi ez, koponya? Bocsánat, koponya.
Hát valami barátságosabbat vizem. Ez amúgy szép itt ez, meg a mögötte lévő. 1490. Hú, ez de vagány. Kaktuszok. Ú, van valami Halloween-es papírtörlő, ez milyen? Ó, tökös, de jó, egyet hozunk. Ezt felrakjuk a telszívóra. Viszont kicsi lesz itt a kosarunk. Már láttam, válogattunk nekik növényeket. Na, még virágvonalon maradva. 1002, nagyon szép. Szép idő, nektek legyen kaktuszotok, jó? Na, hozzad a kosaradat. Azt nem hozunk lufit, Iza. Vettem a sinyiről egy csomó lufit, az nem kell nekünk most. Tedd vissza őket. Lesznek lufik. Jaj, ezek meg úgy fel lehet húzni, és így mennek. Megnézed? Csak ne középen, oldalra tegyük ki a kosaradat mindig, jó? De oldalra kitoljuk, és be lehet nézelődni. Fel kell, ne, és csak fel kell húzni itt. Itt ezt forgasd, húzd föl. De én megnézem az édességeket. Oreo, na ilyet hozunk nekik egy ilyen Oreót. Ami kevésbé van összetörve. Nem tudom, valahogy nagyon, nagyon sok a sérült áru most itt az osámban. Szét vannak, vagy dobálták, vagy nem tudom, nem olyan gondosan pakolázták, hát talán ez is, de jó ez a KitKat. Viszám, ezt hozol a kosara? Jól van. Ezt tedd be szépen, jó? Majd megvárjuk a időben, hogy milyen édességek lesznek. És akkor majd utána eljövünk vissza az osámba, ha még lesz. Megnézzük, hogy ott miket találunk majd a gyerekeknek. Kinderes, jaj, de jó ez. Kis kinder, ez mennyibe kerül ez a kinderes vajon? 1002. Jó, hogy ilyet hozzunk, egy ilyen kinderest. Ezt. Ebben tök van, ebben meg ilyen kis drakulák. Egy tököset, jó? De tényleg megvárjuk a Lidl-ben, ott szoktunk meg az Aldi-ban nézelődni, bár ezek mondjuk finomabb csokik. Egyet-egyet azért hoztuk. Ez nézd, ez macska játék szerintem amúgy. Aha, tökös. Halloween macskabot 3,90. Halloween teniszlabda. Hát ez nagyon vicces. Vigyünk ilyet a Sofinak. A tiéd milyen? Az enyém tökös, a tiéd? A tiéd is tökös? Na, akkor hozzuk a tiédet. Jó? Tedd be. Viszünk oda a kosárba. Viszünk Sofinak. Halloween macskabotot. Atyaig, mik ezek? Hello, hello! Szia, Ali! Szemüveg! Tökös szemüveg! Na, hello, bello! Ó, de jó, üres a kosaratok! Narancslét vettetek? Neked ez a szörnyű. Köszike! Aha! Na, mutatjuk, hogy ott van, megmutatjuk a vlogban, hogy
mennyi ilyen tökünk termett a kertben? Rengeteg. Tegnap lettek leszedve. Két nagy ládányi tökünk lett. Jó van, szerintem visszamegyünk a karácsonyi részre, hát ha már kipakoláztak több dolgot. Na Lizát elhagytam valahol. Liza, gyere babá! Jó! Jesszus! Ó, te jó ég! Na! Ebéd? Na, akkor jó étvágyat! Gyertek ebédelni! Jaj, de szépek ezek a díszek, templom, macikák. Még itt nincsenek kint az árak, még csak most pakolnak itt. Elájó, ez, hogy mennyi minden van. Tényleg, és még mennyi minden lesz. Még csak most kezdik pakolni őket. Még mennyi minden lesz, Ikiza. De szép, ez egy teljes falu. Az nagyon helyes, kis teljes falu. Atya, tisztelt, nézd le! Rengeteg csillám! Gyere, Liza, nézd, ezek milyen érdekesek! Oda nézd! Mit csinálsz? Azt, nézd, ezek korcsolyáznak! Uti! Az igen, csillogsz, nézd ide! Ezek milyen szépek, majd üzemelnek, majd decemberben, amikor bekapcsolják őket. Itt a kis Jézus a jászolban. Jézus? Ott a Jézus, két van a jászolban. Jaj, ki lehet venni Jézusket a jászolban? Óvatosan. Jézus. De jó ez a ház. Ez nem semmi. Ez. De jól néz ki. Szuper, tök jól meg van csinálva. Ez is milyen helyes. Nagyon drágaság van. Nagyon. Sok szép dolog van. Ezeket már megnéztük, ezeket már itt megnéztük. Hát még szerintem rengeteg sornyi lesz. Rengeteg. Ott a hátul elnézve a salgó polcokat. Ugye megyünk táncra velük. Ja, még ezt akartam megtudni ennek az árát. Ez gyönyörű. Szerintem megyünk táncra. Ott hátul végig tele van ilyen salgó polca. Mutattam az egyik vlogban nektek. Nem megyünk most táncira. Megyünk haza ebédelni, ennek nem tudom az árát. De ez nagyon szép. Nem az a bögre ára, na akkor ezt meg kell nézni a járleolvasón ennek az árát, és meglátjuk, akkor majd döntünk. Többit szerintem megnézegettük. 900 forint, egy ilyen óriás, ja nem óriás, csak egy csík, azt hittem, hogy egy nagy doboz, de nem. Persze, lehet majd mosni. Nem maradsz így örökre. Csillagos? Na jó van. Végignéztük őket szerintem. Ez jó drága, de ez nagyon aranyos. Megvárjuk, hogy leárazzák őket. Ennyit szerintem még itt lesznek 2-3 év múlva is, tuti. Na viszünk dobozt, egyet a virágoknak, egyet meg a díszeknek. Egyesült a csapat, ott már voltak én az autónál, mert kivitték a miket hűtött árukat, igen, kivitték. Hú, a kamerám is. Hát igen, választottunk egy pár dobozt. Eljje, mert becsillámozódott a kamera is. Állj, így jó. Na, mehetünk? Kész vagy? Na, mindenki tiszta csillám. Na, gyere akkor. Kis pénztárcátokat készítsétek. Ali, kettő. Kettővel megy, Ali. Nem, a Liza, ne szedd össze.
Homokoznak itt a csillámban a gyerekek. Ó, te ilyen, nézd meg a kezét! Zai, Atya Isten! Jó tisztaság van itt az a sámban. Nincsen itt ilyen kézmosó. Menjek te ki most, mert a kezed, Iza. Jó? Na. Mossátok meg, mert ez... Nem baj, hát az valamennyire talán nedves az, nem? Na, ezt kérem, Ali, mert el fognak törni a virágok. Hoppá. Jó. Hát csap az nincsen, de ilyen készfertőtlenítő van. Na, megyünk. Pénztárcákat előkészíteni, kisfiam. Békát. Jó, és akkor 200-asokkal fizetünk. Találtuk. Már majdnem mentünk kifelé. Alival ilyen cuki Halloween-es felsőt. Nincs pont 122-es. 128-as van, úgyhogy akkor azt abból elviszünk nekik kettőt. 134-es van, meg 110-es. Pont nincsen 122. De nem baj, a legrebb jövőre is jó lesz. Eltűntünk, igen, Alexa-na. Még elmentetek mostóba, mi mentünk a Pepco-ba. Hát persze, hát ott pakoráztuk ezerrel, persze, megnéztük. És most itt szorongatja a lábánál, ott van alul a szatyor, nem adja. Benne van neki a Halloween póló, meg aminek is vettünk. És van neki benne egy világítós pizsi. Egy csontvázszerű, valami egy világít majd rajta, de abban csak egy volt csendes, a Noé-nak nem tudtam menni. Úgyhogy nem adja, meg a Lizának vettünk cicás csontot. Úgyhogy találtunk még. Mi még vettünk Alexnek mentőautós zoknitat. Na, neki kell még jó pár zokni. Kirőtte a zokniait. Úgyhogy Osán, igen, Osánba indultunk. Hát nem nagy bevásárlása, de akkor már a fiúk megnézték az akciós pultot, vettek. Itt vettetek brokkolit, meg túrót, úgyhogy szerintem lesz majd a jövő héten szabacska. Csak tejfölt is kell venni hozzá. Megvettek tojást, minden, ami így egy-két dolog így kellett, de nem nagy bevásárlás előttünk, csak mondhatjuk, megmutatjuk nektek akkor így még frissiben, melegében a karácsonyi díszeket. Nagyon-nagyon sok hibás volt köztük, de ezt megszoktuk az évek során, szóval kitartóan lehet kereskedni köztük. Nagyon aranyosak vannak idén is, ilyen kis gyerkőcöknek való kis cuki állatfigurás, meg angyalkások, nagyon aranyosak vannak, úgyhogy szerintem érdemes megnézni. Úgyhogy megcsináljuk nekik nekünk is az ebédet, belekik a sütőbe. Megkencsés lesz az ebéd, úgyhogy elköszönünk ebből a vlogból. Sziasztok! Sziasztok!